Teltházas szakmai programnak adott otthont az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki kara. A háromnapos 28. GIS Open konferencia elsősorban a geodézia és a geoinformatikai területek aktualitásaival foglalkozik. 28 évvel ezelőtt rájöttek az oktató kollégák, hogy nagyon fontos lenne az, hogy az itt végző földmérő és földügyi szakembereknek olyan lehetőséget nyújtsanak, hogy akár a jogszabályváltozás, akár a munkakörnyezet változásról ők értesüljenek, illetve a konferencián részt vesznek szoftvercégek, illetve olyan cégek, akik különböző műszereket készítenek, és így a kollégák a legújabb trendekkel is meg tudnak ismerkedni. Mészáros Attila alpolgármester úgy fogalmazott, hogy a háromnapos konferencia az ország legfontosabb szakmai rendezvényei közé tartozik. Nem véletlenül van itt ez a konferencia, hiszen az ország egyik legnagyobb utánpótlás képzője is már az Alba Régia műszaki kar, hiszen évről évre növekszik a geoinformatikai szakra jelentkezőknek a száma. Ez nagyon pozitív, és nagyon bízom benne, hogy az itt tanuló fiatalok és az itt végző fiatalok pedig aztán megállják a helyüket. Mészáros Attila hozzátette, hogy a piac visszaigazolja ezt, hiszen a tapasztalatok alapján a legtöbb diplomásnak már az egyetem közben, de az egyetem elvégzése után mindenképpen biztosított a munkahelye.